Május 9-én került sor a Kolozsvári Állami Magyar Színház emeleti előcsarnokában annak a zenés kulináris beszélgetés sorozatnak a folytatására, melyet másfél-két havonta szoktak megrendezni, és célja a társulat tagjai és a nagyközönség közötti emberi kapcsolat ápolása, közvetlenebbé tétele. Színészek, zenészek, az ő barátaik, valamint a színházi élet iránt érdeklődő újságírók vettek részt a kellemes hangulatú késő esti órákban zajló rendezvényen. Living Room, azaz nappali szoba a neve annak a rendezvénysorozatnak, melynek célja kellemes, otthonos hangulatban elbeszélgetni a társulatnak azokkal a tagjaival, akik engedve a bensőségessé varázsolt millió csábításának, hagyják magukat kifaggatni előéletükről, családjukról, színészé válásuk folyamatáról, rejtettebb gondolataikról, emberi és szakmai titkaikról. A sorozat 8. vendége Keresztes Sándor volt, akit 3 színésztársa, Viola Gábor, Kántor Melinda és Bodolai Balázs kérdezgetett. A beszélgetést a társulat zenélni is tudó tagjaiból, illetve barátaikból verbúválódott együttes muzsikája vezette be. Eközben a Living Room egyik sarkában berendezett készítőpulton Lackó Vas Róbert és 2 kuktája, Vajna Noémi és Deák Kati nekifogott az est előre beígért inyentsége a koreai tekercs elkészítésének. A beszélgetés során Keresztes Sándor bőven és időnként jócskán meghatódottan mesélt kolozsvári gyermek és kamaszkoráról, a marosvásárhelyi diákévekről, 3,5 évtizedes színészi karrierjéről. Időközben a konyhasarokban elkészült az est gasztronómiai különlegessége, a sok zöldséggel, kevés pácolt és sült hússal megtöltött, illatos szószokkal körített koreai tekercs. A kellemes hangulatú estet és az inyentségeket a színész zenekar örömzenéje fűszerezte. Milyen millióból származó? Milyen volt a gyermekkorod? Színházi családban születtem, édesapám az operának volt 33 évig az úgynevezett műszaki vezetője, édesanyám énekesnő, és nagynéném Orosz Luisa. Őt nem kell gondolom bemutatni a kedves nézőknek. Nem igazán érdekelt a színház, tehát színház nem nagyon érdekelt. Anyám énekesnő lévén és apám is az operánál dolgozott, tehát többnyire az operában, illetve az operetteken nevelkedtem. Színházba Luizikámnak az előadásaira mentem el, bemutatóira. Az egyik legmeghatározóbb élményem az a Trójai Nők Hekávéja volt az ő alakításában, és ez az felejthetetlen élmény volt. Hogyha inkább az opera, operett vonzott, miért és mikor és hogyan dőlt el, hogy mégis színész leszel? Hát 11-es voltam a 11-es számú liceumban, mostani Bátoriban, a piaristáknál, hogy még messzebbre nyúljak vissza, és elmentem megnézni egy amatőr előadást, amit Berecki Júli rendezett a stúdió színpadon, a kolozsvári stúdió színpadon, az Új Idők mozi felett volt a székháza, és a Páskándi Géza vendégségét láttam, és borzasztóan tetszett az a tény, hogy amatőr színpadon ilyen színvonalasan lehet magyar darabbal igazán komoly kérdésekről beszélgetni, akkor hogy lehet a profi környezetben. Ez volt az én elméletem, és akkor ettől a pillanattól kezdve a színművészetire készültem, bár orvos szerettem volna lenni, mint a nővérem, de hát ahhoz túl sokat kellett volna tanulni, ami nem volt igazán a kenyerem. Hát akkor jött aztán a főiskola, Marosvásárhelyen, igaz? Igen. Kiket tekintesz mesterednek, vagy mestereidnek? Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert a legjobb tanárpároshoz kerültem, Lohinszky Kovács Levente személyében, akiktől igazán nagyon sok mindent tanultam. És hát felkészítettek a
színházi élet napos és árny oldalára egyaránt. Úgyhogy ez nagyon izgalmas volt látni közelről Lohinszkit például, hogy ő hogy gondolkozik, hogy dolgozik. Szerencsésnek vallom magam, és tartom magam. Mindazok közé, a szerencsések közé tartozom, akik nála végeztek, mert nem én egyedül végeztem nála. De hát nagyon-nagyon jó 4 év volt. Bármikor visszamennék a főiskolára, bármikor. 1980-ban végezted a főiskolát. Igen. Hát ugye azóta eltelt 3,5 évtized, ez már elég szép idő. Ebből a 35 évből ki tudná ragadni néhány igazán emlékezetes, fontos pillanatot? Hát, végül is a legmeghatározóbb előadásokat tudnám mondani, ami mondjuk a Káin és Ábelt, azt elfelejtettem az este mondani, amit Kovács Levente rendezett még főiskolás koromban. Az volt nem az ős bemutatója, de a második bemutatója a darabnak. És hát a Sepsiszentgyörgyi kolokviumon igencsak nagy sikerrel, szinte tüntetésszerű sikerrel zártuk a fesztivált. És hát ez meghatározó élmény volt számomra. Az előadás az természetesen vitatható, főiskolások voltunk, tehát nem voltunk felkészülve még annyira, de nagyon nagy erős hittel játszottunk benne, erre emlékszem. És tehát rögtön ezután kikerültem ugye Marosvásárhelyre, és ott az egyik legmeghatározóbb előadás az az Ósztori volt, amit Tompa Gábor rendezett. Természetesen játszottam másokban is, de ez volt az, ami megváltoztatta a színházi szemléletemet, a színházi gondolkodásomat. Hát azután jött a kolozsvári periódus, ahol az itthoni periódus, ahol 89-ig az áttelepedésemig igencsak sok előadásban vettem részt, Hamlet, tangó, Vidám sírató, egy bolyongó porszemért, Balga, akkor hát Holnap reggel, Karintinak az egyik egész estét betöltő darabja, nagyon sok előadás volt. Tehát ezek közül a Hamlet volt az, ami nagyon, nagyon meghatározta az életemet. Tehát az életemet nem fordította ki a sarkából. Tehát ami kifordított, az az Ósztori, akkor áttelepedésem utánom Franciaországban tudtam játszani Alain Timánnál franciául, és ez is már az a tény, hogy külföld máshol, más nyelven, és igencsak nem szokványos körülmények között játszottam. Ez is nagyon meghatározó volt, és akkor hosszú szünet következett, és hát ez a hattyúdal, amiben a hashtag hattyúdal, amit Sinkó Feri rendezett, hát ez volt megint egy olyan sorsfordító előadás, ami egészen más vizekre irányított, és a Feri vezetésével nagyon kellemes kirándulás volt. De remélem, hogy ez nem csak kirándulás volt, hanem egy ilyen szokványos program lesz majd a színházi palettán Kolozsváron. Mennyire talált telibe téged ez a szerep? Hát ezt ítélje meg a néző. Én nagyon szerettem játszani. Van-e kedvenc szereped? Nincs. Mindig az aktuális szerep a kedvencem. Természetesen vannak olyan szerepek, amiket nem szívesen játszom. Ez természetesen. Sőt, van olyan előadás, amiben nem szívesen játszom. Ez természetesen mélyen a magánügyem, és ezt nem fogom soha elmondani, hogy melyek azok. Nyilvánosan természetesen. De hát ilyen az alkotói munka, hogy valamit szeretsz nagyon, valamit kevésbé. Én nagyon szerettem az Übüt például. Nagyon jó volt játszani a Leonsban. Hát
a harmadik Richard, tehát azért bármit elmondhatok, hogy jó volt játszani, azért voltak kevésbé sikeres darabok is, meg kevésbé jó szerepek, amiket eljátszottam, de hát a Csipkét nagyon szerettem. Az is olyan egységes előadás volt, és nagyon, nagyon összekovácsolódott társaság. Nagyon, nagyon nagy öröm volt játszani a kollégákkal, akár a Csipkében, és kifejezetten a Hattyúdalban. Köszönöm nekik az együtt töltött időt, nagyon jó volt. Van-e kedvenc, vagy volt-e kedvenc rendeződ? Na most ez övön aluli kérdés természetesen, mert ez olyan, mint az angyalokat megkérdeznék, hogy a főnökükkel milyen viszonyban van. Tehát a jó rendező az a kedvenc rendezője a színésznek, akivel igazából megtalálja a hangot. Hát aki kíváncsi a színészre, azt a rendezőt szeretem, az a kedvenc rendezőm, aki a színészre kíváncsi, hogy ő hogyan tud ezt vagy azt megcsinálni, aki nem egy végrehajtót lát a színészben, hanem hogyan tud az a színész, az ő milyen eszközökkel tud az ő nyelvére hangolódni. Azt szoktam mondani, hogy a színészet az egy ismétlő, tehát ismétlő művészek vagyunk, tehát minden este újra tudjuk alkotni azt az esemény sorozatot, ami egy előadás. És ehhez nem kis koncentráció szükséges. És akkor kezdődnek a bajok, amikor az ember rutinból kezd dolgozni, felhasználja az összes manírját, akkor baj van. És ettől a manírtól szabadított meg Sinkó Feri most, és ettől a manírtól menekített meg jó előre Tompa az Ósztoriban. És ezért vagyok hálás nekik. Tehát ezért sorsfordító az ő előadásaik akkor és most. Volt-e a 35 év alatt, vagy van-e kedvenc színésztársad, akivel úgy érzed, hogy igazán jól együtt tudsz működni? Én elég barátságos ember vagyok, és könnyen kommunikálok. Nagyon kevés emberrel volt problémám. Természetesen mindig vannak összezördülések, de hát azokat elfelejtjük. És nincs. Olyan emlékezetes partneri? Emlékezetes partner, tehát hogy mondjam neked, jaj, hát azt mondhatnám, hogy emlékezetes partner például Sinkovics, hogy játszhattam a Budapesti Nemzeti Színház színpadán, a Tótékban, az Őrnagyot, Sinkovicssal, Béres Ilonával, Agárdi Gáborral, tehát ez nagyon nagy dolog volt. Emlékezetes dolog volt, de az előadás nem volt olyan retteltesen, nem volt rossz előadás különben, Funtek Frigyes rendezte, ez volt mondjuk úgy, hogy neveket, nagy neveket mondjak, akiket ugye a már nagy világban találkoztam velük. De hát megemlíthetném, természetesen minden kollégával jó volt dolgozni, akár Marosvásárhelyen, akár Kolozsváron. De hát az volt egy nagyon érdekes pillanat, amikor a Bánkbánban dupla szereposztásban voltam Lohinszkival, és Biberákként. Ő volt az idős szereposztás, és én voltam a fiatal szereposztás, de az egész gárda ki volt cserélve, kivéve Bánkot, mert sajnos Csorba nem vállalta annó. És akkor, amikor én voltam Biberák, akkor a Békétlen, az idős generáció volt a Békétlen, és fordítva. Hát ez egy nagyon emlékezetes dolog volt látni a mestert, ahogy úgymond statisztál egy fiatal színésznek. Nem sok vezér alak engedte volna ezt meg magának. Szerinted mi a színészi hivatásnak a lényege?
ha ezen elkezd az ember gondolkozni, akkor rögtön abba is lehet hagyni, azt hiszem. Tehát, hogy nem azon kell gondolni, hogy mi a lényege, hanem hogy ha szembe találkozik vele az ember, akkor felismerje. És azt hiszem, hogy ezek az előadások adják meg erre a kulcsot, hogy van egy jó előadás, ahol a közönség és a produkció találkozik, talán ez lehet a lényege. De nem tudom, nem gondolkoztam ennyire mélyen el ezen a dolgon.